Csak nem 10 millió forintot nyert a megyei levéltár Európai Uniós pályázaton, oktatási intézmények tanórai, valamint tanórán kívüli programjainak támogatására. A projektben 6 iskola diákjai minden pénteken 3 órás foglalkozáson vehetnek részt a megyei levéltárban. A levéltár falait megtöltjük majd gyermekekkel, gyakorlati foglalkozásokkal, ami alapvetően a helytörténethez, a történelemhez kapcsolódik. Teszik mindezt a Nyitott Levéltár Velünk Élő Múlt című projekt keretein belül, mondta Fülöp Tamás igazgató. Az ország egyetlen önkormányzati fenntartású levéltára Európai Uniós pályázatra nyújtott be anyagot, és egyedüliként nyert is, pedig erős volt a mezőny, az országos, a fővárosi és a Vasmegyei intézmény is a vetélytársak között volt. Közel 10 millió forintot nyertünk, ez alapvetően ugye az eszköz szükségletek, illetve a program lebonyolításához szükségeltetik, de infrastruktúrális fejlesztésekre is jut belőle, és hát egy ilyen kicsi intézmény esetében ez úgy gondolom, hogy nagy jelentőségű. A programban 6 oktatási intézmény, a Tiszapüspöki, a Szent Tamás Görög Katolikus, a Kassai úti, a Liget úti és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a Sipos Orbán Szakképző Iskola vesz részt. Biztos vagyok benne, hogy azok az általános iskolások, akik be fognak jönni a levéltárba, rá fognak arra döbbenni, hogy micsoda csodákat tud rejteni egy múzeum és egy levéltár, azokat el fogja indítani azon a területen, hogyha nem is történészek, nem is levéltárosok lesznek, de valószínű, hogy itt fognak itt a gyerekek érdeklődni, nézelődni. A heti rendszerességű program 3x45 perces foglalkozással várja a diákokat. Ebben lesz elméleti, valamint gyakorlati oktatás is. A cél az általános és középiskolás korosztály helytörténeti ismereteinek bővítése, valamint a helyi identitás erősítése.